Na, vágjunk bele. Új játék. Könnyű. Közepes, nehéz. Legyen közepes, jó az. Na, gyerünk. Hogy tudom ám, hogy hol van láncos. Na, itt, na. Itt, na. Ez nem gyenge. Vesze. De szemből azért lőnek rám. A felbontás miatt már most elnézést kérek mindenkitől. Ez az igazi DOSBox változata. Vesze. Le se lövöm, megyek tovább. Vesze. Ott van. De jó leszette félig az életem. Vesze. Ott is van. Nem lő rám, csak jön, megy. Nem lő, jön, megy. Meghalsz. Ott van fönn a rohadék. Ott van. Meg itt is van. De ez se lő rám, csak így jön, megy. Most. Ez az. Gyerünk már, indulj már. Ez az. Jó. Egy kicsivel jobban érzem magam. Itt sokan vannak. Igen. Menjünk balra. Ott van még mögött egy kecsek. Ne, kanyargolyó! Azaz. Fent. Nesze. Nem lehet fölfelé, lefelé mozgatni ezeket. A teljes mértékben felejtsd el. Nincs az, hogy fölnézel, lenézel. Na, ezt begyűjtöttük. De, egy kis HP. Jó van. Remélem azért látszik, hogy mennyi HP-n van, illetve hogy mennyi páncérral rendelkezem. Nem egyszerű játék, igaz? Na, szóval ez a DOSBox változata az eredeti Doom 2 játéknak, ami nem egyszerűen régi 94-es kiadású játék. Várjál. Azért. Na, volt itt még valami. Aha. Remlékeznek. Jönnek elő a régi emlékek. Külső rész. Ez az. Pisztolya! Meghaltok! Pisztolya! Meghaltok! 10, 9, 8, 7! Nem a Sati! Úgy örülök a Satinak! Nézd a fejemet ott lenn! És... itt a vége! Jó, mindenkit kinyíltam! Nem szedtem össze mindent! Nagyon jó, csak... felbontásra volt egy kis gondú. Na, amit látjátok, itt is van a felbontással baj. Tehát a videomódban a 640x480-nak kisebbet ő nem tud. Az OpenGL-nél gyengébb módot ő nem tud. És most ugye ki kellett kapcsoljam a másik két monitort, hogy rábírjam erre a felbontásra, mert különben nem hajlandó. Tehát mindig az aktuális, maximális felbontást próbálja alapértelmezetként felhasználni. Szóval jó, lehet, hogy vicces, vagy nem vicces, de... hát azért ritka kemény. Nem tudom, mennyire látszik a felvételen. Majd egy kicsit besötétítjük, jó? Elosztok, az itt vagyok én is. Csak... kiszok én is egy kicsit, jó? Na, valahogy ezt be lehet sötétíteni egy kicsit. Mégpedig itt vannak a lektor módok. Z-Doom, Fogbase, Shaders, nem? Fogbase, azt hiszem az a legsötétebb, ugye? Na, így jobb. De fogalmam sincs, úgyhogy csak remélni tudom, hogy jobb, oké? Okay? Most szépen kilépünk, gyönyörű ilyen elmosott betűk vannak. Mindjárt fölveszem a fejegatót, mert nem fog hallani egy vackot se. Szóval a másik kettő teljesen ki van kapcsolva, és ennek van oka is, hogy ez miért van kikapcsolva. Na szóval. Mindjárt. Várjál, mindjárt visszakapcsoljuk. Most a monitorokat rendezgetem, hogy próbáljanak visszaállni itt a... hogy mondjam, a normális felállásba, tehát így rendesen, jó? És ezt sikerült elérnem, ez nagyon-nagyon vicces, jó? Úgyhogy elindítjuk még egyszer azt a játékot, ami 640x480-ba indult az előbb, ebből most így hármat kéne kapjunk, így van, és tud ilyen aberrált felbontást például, hogy
Ezt nem tudom, mennyire látjátok ezeket a számokat, hát nem egyszerű. Úgyhogy... Na? Ehhez mit szóltam? Ez király volt, nem? Tehát... de gáz. Kicsit így macerálni kell, mert különben nem marad nyugtom. Visszapakolgatjuk a monitorokat, várjuk. Ez nagyon idegesítő. Ezt adjuk el. Nem baj, nem baj, mindjárt megoldjuk. Na, ugye, most már valamivel jobb a situation. Opciók, mindjárt indul a játék így teljes képernyőbe. A probléma az, hogy van nekünk egy láthatósági mezőnk. Ami itt van. Itt van alul. Ugye? Nem, ez az egér. Antiscopic filter 16-szoroson. Nem tudom a többi. Így milyen a játék amúgy a régi Doom 2, de nem egyszerű mi. Filter, 32 hangját egyszerre. Játéksebesség 85, ezt én lassítottam vissza, mert nagyon durva az eredeti játékmenet. End Doom Screen, igen. View Pitch. Szerintem csak ez lesz az. Így, 144. Tehát itt nagyobb a látómező 144-nél. Várjál. 122. Out of range. De nem baj, jó lesz így. Jó, lehet látni. És akkor kezdjük egy új játékot, nem? Mondjuk ezt is, mit tudom én, közép erőségen. Bring on the pain. Na, kedves barátaim, hogy magyarázzam? Szóval így nem nyúlok semmihez, tehát itt van fönn az egyik kezem. Csak egérrel megyek előre és jövök hátra. Vágod? Tehát régen a Doomba így kellett játszani, hogy csak egér van. Oldalazni azt felejtsd el, azt hiszem az altal, nem? Kontrollal lövünk, meg visszhangzik a lövés. Ott meg szemben van egy gyökér. Persze ennél a felbontásnál természetesen jóval könnyebb dolga van, mert ez így nem pálya. Tehát van egy olyan, hogy egér nézelődés, az az M. Ezt benyomom, onnantól kezdve csak nézelődni tudok az egérre, itt a kezem megint. Tehát csak nézelődni tudok az egérre, de cserébe a VASD, illetve a nyílak gombok segítségével természetesen ugyanúgy, ja, ugye ez már Freedom, tehát fölfelé, lefelé tudok nézni. Nem úgy, mint az előző DOSBox játékban. Kinyitottam itt az ajtót. Itt nem működik a kanyargójó, csak a DOSZ-ba. A kanyargójó azt jelenti, hogy ha lősz egyet és utána húzódsz vissza, az shotgun volt, letette a shotgunt a földre. Tehát ami fegyvere volt, azt ő letette a földre. Na a Doomba ilyen nincsen. Öcsém. Ja, hogy nem volt lőszer a sotiba. Aha. Az nem vicces. Na. Na mindegy, van 4 lövésem. Meg valahol föl kéne venni egy kis életet is, mert csak 25%-on állok. Jó van, már csak 2 lövésem van, de itt a mezőn eléjük tudok vágni, ja. Itt vannak ilyen fölmenő részek, nem tudom mennyire őket, mennyire látszik. Kígyó emberek ellen küzdök, a kígyó emberek a Doomba személyesítik meg például azt a barna lényt, aki olyan, mint a Half-Life-ban a Vortigaunt. Csak itt most ilyen kígyó ember van, mindegy, azt hittem ott van valami. Tele van a pálya, itt látjuk a pályát. Tehát tele van a pálya olyan lényekkel, hát így egyelőre mondjuk így, hogy diszkréten, hogy útban vannak, itt van egy kis élet a lépcsőn, igen. Az mondjuk nagyon jó, hogy ott már kezdtem lemerülni. A lőszerrel nagyon finoman kell bánni, mert úgy van adagolva, itt egy kapcsoló. Most nyomtam föl a járószintre a zöld, ahogy mondjam, van egy ilyen zöld fűrész, ez. Ebbe bele lehet menni, ez nem gáz, csak kicsit fáj. Nagyobb szinteken természetesen, na még 3 lövés, 7 lövés, mellé. Egyet elpazaroltam. Nagy kár egyébként érte, nem lehet tolni a hordókat a hiedelemmel ellentétben. Ja, meg még valamit a Doom 2-ről. Szóval a Doom 2-ben minden egyes sprite, ezt úgy kell elképzelni, mint egy papírlapot, jó?
tehát papírlap. Ha föntről nézem, akkor ilyen. Kicsit ilyen nevetséges, jó? Azt megmutatom itt a hordóknál. Nem tudom mennyire látni a hordó vastagságát. Tehát mondjuk, hogy minimális, jó? És hát természetesen itt az exit lámpa, úgyhogy itt már be is megyünk. Függetlenül attól, hogy lelőttünk-e mindenkit, vagy nem. Szóval nagyjából így néz ki a Doom 2 teljesen ingyenesen, OpenGL támogatással, meg Affinity-vel. Nem tudom, szerintem nagyon jó el lehet vele lenni. Természetesen nagyobb, erősebb szinteken a kihívás is nagyobb, tehát nem egyszerű. Na, azt kell mondjam. Hangra érzékenyek, ugyanúgy, mint a többi játéknál, tehát hogyha elkezdesz lődözni a pályán mondjuk, hogy akárhol, a többiek észre fognak venni, oda fognak jönni, és jó, elkenik a szájadat, mint például ebben az esetben is. Hát azért bénáztam, nem keveset. De ez a játék, ez a játék, ez másoknak is jó. Például azért, mert van itt ilyen, hogy please don't kill me. Ez az ügyességi szint, ez azt jelenti, hogy aki itt megy, az egyből. Na, mondjuk hasonlítsuk össze a kettőt, jó? Ez a please don't kill me szint. Itt a lényegből is lényegesen kevesebb van. Hátba is lőtt. Sokkal ritkábban lőnek. Hoppá. Fölvettük. Sokkal ritkábban lőnek, kevesebben vannak, és kevesebb lövés elég hozzájuk, hogy meghalljanak, jó? Nem megyek nagyon messzire, ezt fogom megmutatni, hogy ott kettő kígyó van, jó? Nem több, nem. Kettő kígyó. És egyetlen lövésük 4 HP-t szed... Ja, meg tele vagyok lőszerre. Tehát nincs olyan lőszer problémám, mint az előbbiekben. Nézzétek itt hányan vannak? 2. Az egész alsó kapcsolót 2 ember őrzi, mindegyiknek 2-2 lövés elegendő, jó? Szépen visszamegyünk, fölnyomtuk a zöld, mondjuk a savat arra a szintre, hogy át tudjunk gyalogolni rajta, és hát igen. Éppen, hogy csak sebez. Tehát nem olyan durván sebez, mint a többi. Most a hordókat lőttem le. Ott egy kígyó, egy ember. Na, ennyi volt az első szint. Jó? Azon a legkönnyebb szinten, ami legfőjebb van. Még egy pár embert elhagytam. Mindegy, kezdjük egy új játékot. Várjál, mert túl sok a szöveg. Nem látja, hogy mit nyomott. Szóval, új játék és a legalsó Insanity. Biztos, te hülye vagy, megáll az eszed? Y. Már lőnek rám, onnan szemből. Nehéz shotgun lőszer a pálya legelején. Shotgunos ember vár minket, welcome message-ként, és már azonnal lőnek, és nem vétenek célt. 79 HP-n van. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy ilyenkor menet közben ők újra születnek, tehát spawnolnak a pálya random területein. Az érdemes visszafelé jönni, hát oda született valamelyik. Ezt pont alsamba kaptam. Jobbról lőnek, balról, ennyi. 1-2, meg itt volt még egy, amit hallottam. Egy nehéz shotgunos, meg itt van még egy shot is, meg 2 pisztolyos itt szemben. Ennyi volt az Insanity level. Hol van? Nem? Itt van az a szint, ahol jelenleg tartok. Ez vagy a harmadik, vagy a negyedik pálya, azt itt sajnos nem tudom. Közepes nehézség. Szerintem már nagyjából mindenkit lelőttem. Csomó ajtó nem nyílik, mert nem tudom mennyire látjátok, kulcsokkal nem állok ám olyan jól, tehát egy darab nincs meg belőle. Nehéz soti lőszer. Ha már tele vagyok ugyan, de sokra még nem mentem vele. Nem tudom kinyitni ehhez, mert kék kulcs kéne. Itt a nehéz soti, látjátok, ez a dupla csövű. Ennyit látok egyelőre a pályából. 10-et lőttem el a 73-ból, titkokat egyáltalán nem találtam, úgyhogy ez még tényleg az eleje. Azonban a periférikus látásomat azért teljes mértékben kiszolgálja a srác. De fogalmam sincs, merre kell menni, érted? Megnézem a térképet, és tele van olyan ajtóval, ami nem nyílik. Tök jó. Csak tényleg nem tudom, merre menjek. Erre felé, igen. A kanyar lövést igyekszem megcsinálni.
Szerencsére a shotgunnak itt a realisztikus volta annyira nincsen kihangsúlyozva. Szerencsére végtelen távolságig el lehet lőni a shotgunnal, tehát nincsen távolság limitje, mint például... Na uraim, hát igen. Mögém születtek a kígyók. Nem vicces, tehát... A bal kéz föllendül, érdemes kitérni a irányból. Ez közvetlen közelre biztos fel. Papírlényünknek. Jó. 38 lőszerem van, itt a kék kulcs. Jaj, itt egy kis HP. Nem tudom, hogy miért kék színnel jelölik az életet, tehát ezt most így nem értettem. Itt van még egy kis lőszer, igen. Most 50 lőszerem van, tehát teljesen maxon vagyok. Hopp, ez kinyílt, ott már jártam. Itt van a kék ajtó itt a végén. Nem halljátok egyébként a játéknak a hangját. De el lehet képzelni ugyanaz, mint az előzőekben. Nem biztos, hogy erre kéne menni. Fogalmam sincs egyébként, hogy merre járok, tehát nekem teljes mértékben új a pálya. Minimális szinten eltér egyébként a Doom 2-nek az eredeti pályatervezésétől, illetve a pályaszerkezetétől. Biztos voltam benne, hogy itt valaki fel fog bukkani mindjárt. Szerencsére az én lövésem átmegy a rácson, mondhatni szerencsére. Jó, ez pazarolt lövés volt, igen. Ide meg piros kulcs kéne, az meg természetesen nincsen. Fehér. Géppuskás! Ó, mekkora stukke! Júj, géppuska! Most viszont futás innen. Mert ennek ez a lényege, gondolom, így van. Hogy mindenkit le lehet szedni, egyetlen sorba állítva őket, ezzel a trükkel. Hát ez nagyon jó volt. Mekkora poén, nem? Egy savas területre teszik azt, amit föl kéne venni. Ezért, ha bemész, sérülsz. Tiszta jó, nem? Nem tudok kimenni. Ez a pálya dizájn, hát gratulálok. Itt se tudok kimenni. Ahol jó, jó. Tehát a másik oldalt mentem ki. Ott akkor mi nem tudok kimenni. Ó. Rejtett kapcsoló. De ez igen. Erre mondjuk nem gondoltam. Kis életcsomag. Ja, de fölvettem a kéket. Igen, de a piros nincs meg továbbra se. Ott mi van vajon? Az az exit lesz egyébként. Nagyon tetszik ez a géppuska, csak sok lőszert teszik. Nem biztos, hogy jó irányba megyek, de azért megnézzük hát, ha a sárga kaput ki tudom megnyitni. Kis lőszer. Itt volt a sárga kapu, ugye? Kígyó bácsiknál? Nem. Nem, itt nem volt semmi. Itt nem volt semmi, csak egy sima zsákutca. Ujj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 
Ezzel nagyon-nagyon el lehet lenni, hogy hol a kapu, hol a kulcs. Kész. Nagyon egyszerű régi trükk. Nem tudok bemenni az ajtón. És élet. Páncél. Milyen egyébként ez a 3D? Haver, régen, amikor a Doom 2-t csinálták, ezt nem nagyon tudták elképzelni, hogy valakinek ilyen aberrált ötlete lesz, hogy ó. De ez sok ez a fegyver. Ha mindjárt lecseréljük egy diszkrétebb stukkerra. Az mi ott mellette? De hisz ez csak egy sima kígyó. Ó, az a pici résen ki tudsz lőni, arra hagyjál. Én is. Be kéne, hogy lőjek ezen a pici résen, nem? Jó. Ezt kinyitjuk.
valami nagy szörny hang van, de természetesen nem hallunk semmit. Ja, hogy nem látható. Aha. Szerencsére én nekem volt annyi a szem, hogy bekapcsoltam az életvonal, tehát ilyen... Őha. Amikor már minden elfogy, akkor már az ököl is jó, ugye? Ez kemény egyébként, de nagyon sok lőszert fogyaszt. Nagyon vigyázni kell, hogy húzza az ember a ravaszt. De jó lesz ez. És a többi? Hogy lehet visszamenni? Sehogy? Itt nincs is lift, igaz? Kis élet. Jó, most már. Van egy-két karcolás még rajtam, azt is bepoltoljuk. Ide nem tudok bemenni, pedig ott a páncél. Igen. Nincs több kapcsoló egyébként, mert én nem látok sehol. Jól van. Nem tudom, hogy lehetne innen kijutni. Az ajtó nem nyílik visszafelé, úgyhogy nagyon vicces, igen. Aha, nagy ötlet. A piros kártya, aha, nagyon jó. És akkor itt le is megyünk. Megvan akkor a piros, sárga, kék, mind a három. Csak fogalmam sincs, hogy hova kell menni a piros érvekkel. Ő ezt valahogy föl kéne írni. Tehát fogalmam sincs, hogy hogy kéne visszamenni. Ide. Ide vissza. Aha. Lenyílt. De van egy pár dolog, amit én nem nagyon értek még. Ez a kék, igen, és akkor valahogy a piroshoz el kéne jutni, mert nem tudom, hol van. Itt van? Nem. Pedig emlékeztem, hogy van az a piros szín. Nem tudom, hol a piros. Egyszerűen nem tudom. Ezeket a részeket még nem jártam be, de hát oda nem is tudok elmenni. Ezekhez meg... De nem értem. Nagyon összetett és fantáziadús pályák, úgyhogy... Oh. Na jó. Ezek természetesen nem gombok, tehát nem vezérelnek semmi. Itt vagyunk egyébként, itt, és itt fogunk majd lemenni, és majd meglátjuk, hát ha jó irányba megyünk, mert fogalmam sincs, hogy jó irányba megyünk-e vagy sem. Itt viszont van piros kábel. Hát ha mondd ez valamit, de nekem már nagyon nem. Itt a piros. Itt a piros, hol a piros? Ugye elváltjuk a fegyvert. Ó, oh, és még el is talált, hallod, ez milyen? A lőszerrel nagyon ügyesen kell bánni, mert tényleg ki van számolva, mondhatnám. Mik ezek a részletek itt a szélén? A fejlesztőknek erre volt ideje, hallod, nagyon kemény. Ojoj. Egymást lövik. Engem akarnak eltalálni, de egymást lövik a srácok. A savban állva, érted? Nagy poén, mert nem lehet bemenni hozzájuk, csak kívülről lelőni, azt jól van. Au! Hát nagyon jól jött az Affinity, hogy most oldalra belelátta. Ha ide beleesel, nem tudsz kimászni. Tehát csak észre. Exit. Hátam mögött van, így van. Akinek van egy kicsivel mondjuk normálisabb hangkártyája, ez természetesen egyből hallja, hogyha melyik irányból támadnak, illetve honnan jön a lövés. Hogy a francba lehet odájutni. Na, szóval még mindig nem tudom, hogy hol a fenébe van. Kijárat. Igen, exit. Hol az exit, ha? Ja, hogy a piros, az az exit. Hát akkor... Ennyi.
Remélem tetszett a bemutató, aztán van kedvetek, szerintem mindenképpen érdemes kipróbálni. Mondjuk annyi hátrányotok volt ebből az egészből, hogy nem hallottátok, amit a játék így nyújt, mint hang. Egy sima Doom 2-t kell elképzelni, tehát semmi extra hangja nincsen. De az igazi poén az, hogy ilyen támogatása van, és hát valamivel szebb a grafikája, még attól eltekintve is, hogyha ilyen papírmasé emberkéket kell lődözni a játékba. Úgyhogy ez a 4-es pálya, itt már engem vár a meglepetés, úgyhogy gyorsan el is mentjük. Úgyhogy a Free Doom, úgyhogy tudom javasolni mindenkinek. Úgyhogy sziasztok!